Miniszterelnöki emléklapot hozta 90 éves születésnapjára. Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklappal és tortával köszöntötte Szalai Ferenc polgármester a 90. születésnapját ünneplő Huják Tibor Tivadart. Tibi bácsi járt iskolába, majd ott az állami gazdaságban helyezkedett el. Innen vonult katonának, majd leszerelése után visszatért munkahelyére, ahol gépszerelő volt. 34 év után a helyi TSZ-be ment dolgozni. Mind a két munkahelyén több elismerést és dicséretet kapott. A 90 év hosszúnak tűnik de nem volt az, mondta Tibi bácsi. Gyorsan eltelt. Én, hát ha úgy visszagondolok, úgy ézik, mintha egy olyan három-négy évre Szerettem dolgozni, békésen éltünk, úgyhogy mondhatom az, semmi, semmi rossz az életemben. Betegek, nem azt mondom, hogy egyáltalán nem voltunk, de súlyos betegek nem voltunk. 1954-ben ismerkedett meg feleségével, akivel 1956-ban házasodtak össze, és tiszasúlyon éltek. Ez a kép a házasság kötésük napján készült, ez pedig ma, 64 évvel később. Csak a szeretet és a megbecsülés. Megbecsültük egymás munkáját, egymásnak segítettünk, ha ő neki volt sok dolga, akkor én segítettem. Ha nekem volt, akkor ő. 2016 nyarán költöztek be feleségével a vízpart körúti idősek otthonába, ahol azóta is aktív életet élnek. Tibi bácsi leginkább televíziózással tölti idejét, felesége pedig varrással és keresztrejtfényfejtéssel. 64 éve együtt, kéz a kézben.